Sziasztok! Gyors és egyszerű recepttel jelentkezem, aminek az alapja a köles. Nagyon szeretem ezeket a kis golyócskákat, ugye nagyon szépen néz ki egyébként, mert hogy egyrészt a formai világa közel áll hozzám, másrészt pedig azért, mert nagyon egészséges és nagyon pozitív hatással van például a bőrünkre, a hajunkra, de még sorolhatnám az előnyös tulajdonságait. Például azt is akár, hogyha figyeljük a lejárati időt, akkor nagyon sokáig eltartható, fogom, a polcról leveszem, és bármikor elkészíthető. Most ebből egy reggelit találtam ki, mondjuk például maradék kölesből, amihez igazából nem is kell sok minden, egy kis hagyma, egy kis paprikakrém és egy tojás, na meg a megfőtt köles, úgyhogy azzal kezdjük, hogy megfőzzük a kölesünket. A köles megfőzésénél pedig a dobozon leírtak szerint járjunk el, ez a legegyszerűbb, így nem tévedhetünk. Szerintem senki nem szeret fölöslegesen mosogatni, úgyhogy mindent elintézünk egy serpenyőben. Éppen ezért először a tükörtojással kezdünk, majd egy picit pihen, amíg megfuttatjuk a hagymát a paprikakrémmel, és érkezik rá a kész köles. Egy kis olajat forrósítunk. Oda tettem egy formát, hogy majd abban sütjük a tükörtojást. Szép kis keretet ad majd neki. Elvált kis só. Közben pedig a köles meg is fűl. Amikor a kis hagymakockák már kellőképpen áttetszővé váltak, akkor jöhet hozzá a paprikakrém. Erre pedig a köles. Paprikakrém helyett lehet használni sima paprikaport is, csak szeretem, hogy ez olyan plusz szaftossá teszi az egészet.